Nagykozáron békében élnek egymás mellett a nemzetiségek. Ennek jó példája, hogy a magyar kormány támogatásával közös horvát-német tájházat alakítottak ki a településen. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az avató ünnepségen az ukrán-orosz konfliktusra utalva kijelentette, hogy a magyar kormány elkötelezett a béke iránt, és fenntartása érdekében mindent megtesz. Mint mondta, a magyarok és az országban élő nemzetiségek felelőssége óriási a béke fenntartása szempontjából. Kicsi környezetben, a kis közösségünkben, de itt a Kárpát-medencében megbékéltünk azokkal a nemzetekkel, akikkel együtt élünk. Magyarországi nemzetiségeket minden szempontból támogatjuk, és azon a gyakorlati elven is vagyunk, hogy bizony azokkal a nemzetekkel, nagy népekkel, akik igazából diktálják a világnak a mindennapjait, vagy próbálják befolyásolni a nemzeteket, ő feléjük is a békességet közvetítjük. Más szerepünk nem lehet, de ez egy óriási nagy szerep, és hiszem azt, hogy a magyaroknak ebbe felelőssége és feladata is van. Hoppál Péter, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett, hogy a kormány 2010 óta kiemelten kezeli a nemzetiségeket, jelentős összegekkel támogatja önkormányzataik működését, fejlesztéseit és programjait. Ezt az egységet és ezt a megújulást, ezt szimbólumnak is tekinthetjük. A korábbi 1 millió forint alatti éves kormányzati támogatás mára már 10,5 millió forintra emelkedett. Csak itt egyetlen faluban a nemzetiségi kultúra működésére és terveinek megvalósítására. Így kell előre haladnunk a továbbiakban is, hogy valóban ne a 2010 előtti nemzetiségeket sorvasztó, hanem a kultúrát és a nemzetiségi kultúra megélését támogató jövendő legyen úrrá itt a baranyai településeken. Nagykozáron a most átadott tájház mellett a német és horvát nemzetiségi óvoda új tornaszobát kapott. Az összesen mintegy 50 millió forintos fejlesztést Magyarország kormánya támogatásával valósították meg a településen.